Köszönöm a figyelmet, igazán hálás vagyok azoknak, akik végignézték az eddigi bemutatókat. Ez a videó azért készült, hogy meg lehessen vitatni a játékban használt részvényértékelés kalkulátort. Pontosabban a módszereket. Első pont. A játékban igyekeztem jól leprogramozni az értékszámításokat, de ettől még lehetnek benne programozási hibák az elvi hibákon kívül. Első pont A. Az, hogy mi a programhiba, az triviális. Első pont B. A modell értelmezési tartományának kérdése már nem triviális probléma. A valóság egy érdes felszín, ami ráadásul változó is. Különösen, hogy az emberekre jellemző, hogy túllövik mind a jót, mind a rosszat. Erre a felszínre modellt fektetni, hogy mindenütt, minden időpontban jól illeszkedjen, és sehol se legyen ráncos, és sehol se lógjon le, ez egyszerűen lehetetlen. Első pont C. A legjelentősebb elvi probléma az, hogy a múltbeli adatok alapján nem lehet meghatározni egy társaság jövőbeli értékét, pláne változó körülmények között. Megtörténhet például, hogy a társadalmi nyomást félreértve a politikusok egy tonnában maximálják a személygépkocsik tömegét. A társadalom valójában városi terepjárókkal akar járni, a klímatüntetéseken levő diákok is azt szeretnék, ha a család városi terepjáróval menne gleccsersízni, amikor csak akarnak, mert az autóméret, ez az autóméret a kényelmes. Na de megtörténhet, hogy mégiscsak húznak egy tonnás határt a személygépkocsiknál, és az erőforrásokat inkább 5 perces városokba fektetik, ahol 5 perc gyalogúttal minden elérhető. Ezentúl a tömegközlekedést és a fedett kerékpárutakat fejlesztik fel. Valamint mondjuk létrehoznak a mobilizáció jelenlegi formája helyett egy egész Európára kiterjedő oktatási és egészségbiztosítási minimumot, nyilván a kor színvonalán. Ha tehát egy félreértés és túlpörgés miatt egy élhetőt jövőt kezdenénk építeni, és a mobilizáció helyett a lokalizációt támogatnánk, akkor egy hagyományos autógyártónak, bármilyen jók legyenek a múltbeli mutatói, ha a járműpiac 90%-ot zuhan, vagy még ennél is nagyobbat, mert azt a 10%-nyi jármű igényt kielégítenénk a használt piacról, új autókra pedig gyakorlatilag nullázódna a kereslet, ezt csak azért említem, hogy látszódjon, hogy egy ilyen szürke színű hattyú, mert nem nevezhető fekete hattyúnak, mert senki nem mondhatja, hogy az érzékelésének határán ne billegne ez a körülöttünk motoszkáló lehetőség. Beleértve akár egy olyan Európát, ami 15%-os szövetségi költségvetést és 4% monetizációt a jövőbe fekteti. Szóval, ha a politikusok esetleg félreértik a zöld megmozdulásokat, mert lássuk be, a zöld megmozdulások ma nem arról szólnak, hogy felajánlaná bárki is, hogy miről mond le. A zöld megmozdulások ma arról szólnak, hogy nem akarjuk látni a fogyasztásunk következményeit. Nem akarjuk látni a társadalmi struktúra által levizelt lábú,
döntésképtelen, agyaglábú óriást, és a politikusok a pártfinanszírozás alapját adó korrupció helyett, ha mondjuk a jövőben elkezdenék egymást túllicitálni, mondjuk a hús- és autómentes világot bevezetve, túlpörögve minden észszerűségen, fullba nyomatva az átalakulást, akkor a jövőt gyökeresen megváltoztatnák. Miközben, ugye ez az egész videó részvényértékelésről szól, szóval miközben az általunk értékelni kívánt vállalat historikus adataiból ilyen változás, és nyilván ebből a változásból fakadó összeomlás nem következik. Persze megtörténhet az is, hogy a monetizációból klímavédelmi autócsere programot futtatnak fel, ami az előzőekben vázolt iránynak pont az ellentéte. Na de ez szintén nem látszik egy vállalat historikus adataiból. Ezen kívül változhatnak a fogyasztási szokások is, mint ahogy most a városi terepjárók felé tolódik el az emberek valós vágya. A néhány éven belül az új autóknak akár a fele is városi terepjáró lehet, 2 tonnás hatalmas nagy batárok, nyilván azért, mert ez szolgálná a klímavédelmet. Lehet persze a meg nem jósolható jövő mögött az adott vállalatnak a belső változása is, nem csak a külső körülmények változhatnak meg. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos Szombatfalvi László egyik nekem küldött válasza, amiben azt írta. Idézem. Úgy látom leveleidből, ha tévedek, írd meg, hogy te egy olyan értékelési képletet keresel, aminek a segítségével a történelmi adatokból ki lehet számolni egy részvény értékét. Sajnos ilyen képlet nincs. A cégeket, ahol csak számok vannak, nem lehet értékelni. Nos, eljutottunk a második ponthoz. Már többször elmondtam, de nem lehet elégszer elismételni, hogy mi soha nem tartunk befektetési tanfolyamot, és a jövőben sem szándékozunk ilyet tartani. Én mindössze egy szimulátort készítettem. Ez a szimulátor pedig elsősorban azért készült, hogy a gyerekek lássák, milyen következménye van annak, ha így vagy úgy osztják be az idejüket. Ez a szimulátor alapvetően az életünket alkotó időnek a beosztását akarja megvizsgálni. Ugye nem mindegy, hogy ki mennyit tanul, és hogy segédmunkásként, ahogy az eddigi játékokat játszottuk, vagy CNC esztergályosként, vagy orvosként indítjuk az életet. Ugye emlékszünk arra, hogy amikor indítottuk a korábbi játékot, akkor az alapfizetés az volt $2000, hogyha 12 órát dolgoztunk, akkor volt $3000, míg az orvosnak a kezdő fizetése, ugye az Egyesült Államokról van szó, $17500. Persze ehhez $50000 tandíjhitel és $9000 egyéb hitel is tartozik. Ezzel kapcsolatban szokták föltenni azt az alapvető kérdést, hogy ha egy orvosnak, egy fiatal embernek $50000 hitele van, tandíjhitele, akkor milyen van neki? Akkor az ő értéke negatív? És
Ezzel kapcsolatban az a helyes válasz, hogy az ő értéke azért nem negatív, mert egy olyan helyen él, olyan körülmények között, ahol kibontakoztathatja a képességeit, és ez viszi az ő értékét pozitívba. Tehát, ha valaki jól osztja be az idejét, és nem segédmunkásként indítja az életét, akkor már eleve egy nagy lépést tett előre, és ennek a felismertetése ennek a szimulátornak az egyik célja. Az sem mindegy, hogy mennyi időt szán valaki a karrier építésére, és mennyi időt szán ingatlan keresgélésre, és mennyi időt szán a saját vállalat vállalkozásának az építésére. Ebben a játékban látszik, hogy a befektetett idő, legyen ez tanulás, vagy az ingatlanok megvizsgálása, vagy a vállalkozásépítés, vagy a karrierépítés, az meghozza az árát. Mivel historikus adatokon alapul az egész játék, az is látszik, hogy mennyire hozza meg az árát, és hogy ez mekkora szórással történik. Nem mindegy, mennyi időt szán valaki tőzsdézésre, cégek értékelésére. Óriási különbség van a heti 1 óra és a heti 70 óra között. A szimulátor alapvetően azzal szembesíti a játékosokat, melyik tevékenységnek mekkora az idő szükséglete, és mire lehet ezzel az idővel jutni. Van, amikor sokra, van, amikor semmire. Ezt akkor lehet felmérni, ha legalább 10 alkalommal végigcsinálja az ember ugyanazt a stratégiát. Ez a tőzsdére fokozottan igaz. Ugyanaz a stratégia 1980-ban teljesen más eredményre vezet, mint 2000-ben. Mindezek okáért ismét és nyomatékosan kihangsúlyozom, hogy nem tartunk tőzsdetanfolyamot, és a kalkulátor csupán az életünk idejének szimulátora, tehát az oktatójátéknak a része. Mindennemű üzleti felhasználása tilos. Harmadik pont. Mégis az emberben ott motoszkál a kis ördög, hogy rendben, hogy ez csak egy játék. No de a játék készítői mennyire voltak gondosak? Ha előkaparunk egy valódi céget, és nem a játék adatait töltjük be a kalkulátorba, akkor a valódi cégre kapott játékértékelés mennyire tér el attól, ahogy a tényleges részvénypiac árazza az adott papírt. Vagyis a játék készítése során mennyire tisztelték a fejlesztők a felhasználókat. A szimulátor sok egyszerűsítést tartalmaz, ezért az adatfeltöltés során önkényesen összevontam sorokat. A save gombbal elmenthetjük a begépelt értékeket, illetve az Open-nel megnyithatunk elmentett táblázatot. Hogyha egy céget akarunk értékelni, akkor az első dolog, amire oda kell figyelni, hogy az adatok vonatkozhatnak a cég egészére, vagy annak egyetlen részvény általi reprezentációjára. Itt most ezek a számok a cég egészére vonatkozó számok, és ahogy itt olvashatjuk, itt az összes szám 1000-ben van. Tehát ez nem 10 millió, hanem 10 milliárd. Illetve ez nem 208 millió, hanem 208 milliárd. Tehát az adatok vonatkozhatnak a cég egészére,
itt arra vonatkoznak, illetve annak egyetlen részvény általi reprezentációjára. Az adatokat egyébként használhatjuk millióban, milliárdban is, vagy ezerben, de ezt következetesen kell tennünk. Annál is inkább, mert a program nem eléggé következetes ezen a téren, sajnos. Összehasonlításképpen, vagy ellenőrzésképpen nézzük meg a részvényeknek a számát. Itt látható, hogy a BMW csoportban a részvényszám 658 millió. 658 millió. A könyv szerinti érték az egész vállalkozásra vonatkoztatva, ugye ezrekben kell ezeket a számokat nézni, 57 milliárd 559 millió. És innen következik, hogy az egy részvényre eső érték az 87 euró és 46 cent. Ezek a számok mind euróban vannak. Tehát, hogyha megnézzük a szimulátort, akkor itt látjuk a beírva a részvényeknek a mennyiségét, itt látjuk a részvényeseknek az összes vagyonát, és hogyha rákattintunk erre a perre, jelre, akkor látjuk, hogy a könyv szerinti érték részvényenként az 87,47, itt nem pontos az osztás, itt kerekítettek, gondolom. Ide jelenleg a vállalat teljes vagyona van feltöltve, és nem az egy részvényre jutó rész. Az egy részvényre jutó rész az itt látható. Ezek tehát a vállalat egészére vonatkoznak, és hogyha azt akarjuk megtudni, hogy egy részvényre mennyi jut, akkor erre a gombra kell rákattintani, ami a részvényenkénti értékre számítja át mindezeket. Itt most részvényenként látjuk a vállalatnak a fő adatait euróban. Tehát azzal kezdtük a program kalkulátorának a tesztelését, hogy a bevitt számokat átváltottuk részvényenkéntre. Most minden szám euróban lesz értelmezve, és mivel részvényenként látjuk, sokkal jobban átlátható, és más cégekkel sokkal jobban összehasonlítható. Ismét megismétlem Szombatfalvi László szavait. Úgy látom leveleidből, ha tévedek, írd meg, hogy te egy olyan értékelési képletet keresel, aminek a segítségével a történelmi adatokból ki lehet számítani egy részvény értékét. Sajnos ilyen képlet nincs. Cégeket, ahol csak számok vannak, nem lehet értékelni. Én most itt ismét felhívom a figyelmet arra, hogy ez csak egy játék. Ennek a játéknak az elsődleges célja, hogy aki ezzel a játékkal játszik, megtanulja beosztani az idejét. Ez csak egy játék, aminek minden nemű üzleti felhasználása határozottan tilos. Azért ellenőrizzük le egy konkrét céggel a részvényértékelést, hogy lássuk, ez egy ostoba játék, vagy egy okos játék, amiből lehet és érdemes is tanulni. Lássuk hát!
Minden részvényértékelés alapja, hogy meg kell határoznunk a cég saját tőkéjét, vagyis a részvényesek vagyonát. Grahamnek van erre egy egyszerű közelítése. Egy részvényért, mondja Graham, soha ne fizessünk túl sokkal többet, mint amennyi a rájutó nettó anyagi eszköz. A sok az kisebb, mint másfél. Egyszerű közelítésben a saját tőke a nettó anyagi eszköz a szoliditás arányában. Tehát, ha fogjuk ezt, Ctrl-C, Ctrl-V, plusz a raktárkészletet, plusz a követelést, plusz és a pénzt, Ctrl-C, Ctrl-V, egyenlő. Ez ugye 188 euró részvényenként, ezt kell a szoliditással kalkulálni, tehát megszorozzuk 0,2754-jel, akkor azt látjuk, hogy a nettó anyagi eszköz az körülbelül 52 dollár, és hogyha ezt megszorozzuk 1,5-tel, akkor nem dollár, euró, akkor 77 euró és 88 eurócentet kapunk, tehát ezért a vállalatért a Graham-féle gyors becslés szerint nem szabad többet adnunk 78 eurónál. Nézzünk egy másik megközelítést, egy másik megközelítésben próbáljuk meghatározni a saját tőkét. Ez azzal kezdődik, hogy a goodwillt és mindenféle immateriális izét azt kukázzuk, az eszközöket, illetve a pénzt teljes áron számoljuk, minden mást pedig mondjuk 90%-on értékeljük, hogy legyen valamennyi mozgás terünk. Tehát nézzük ezt először. Szorozom 0,9-el. Jó. Akkor szorozva 0,9-el. 70. Raktárkészletet. Remélem nem rontom el. Szorozva 0,9-el.
Hát erre írhattam volna valami egygombos megoldást. Mindegy most már. Ugye a pénz az marad. És az elhatárolások és mindenféle más egyebek jönnek most. Ugye mondtam, hogy rengeteg mindent összevontam azért, hogy szorozva mindent összevontam, hogy egyszerűbb legyen. Ugye egy gyereknek, aki most lát először ilyeneket, tehát hogy a mérleget, az eredménykimutatást és a cash flow-t, neki minden új, tehát így is rettenetesen bonyolult, és nagyon, hát hogy még ennél is jobban össze kellett volna vonni, de akkor már olyan mértékben lenne leegyszerűsítve az egész, ami a hazugsággal egyenértékű, tehát azért ekkora egyszerűsítést ne csináljunk. Jó, tehát a mérlegnek ezt az oldalát átszámoltuk, úgy, ahogy egy gyors korrekcióval így gondoltuk, és most ezt a sort a kalkulált saját tőkét fogjuk csak nézni. Ez nem számviteli értékelés. Tehát a vállalat saját tulajdonainak és folyamatainak értéke részvényenként a mi értékelésünk alapján. Érdemes ezt összevetni a számviteli értékeléssel, vagyis a könyv szerinti értékkel, valamint a piaci árazással, vagyis a részvénynek az árával. Ha megnézzük ezt az értékelést, az átszámítást, akkor azt látjuk, hogy a részvénynek az értéke nem, tehát a saját tőkének az értéke 52,26 euró, illetve egy évvel korábban ezek TTM-ek, tehát hogy az elmúlt 12 hónapra vonatkozó számok, ez 50,8 euró. Itt látható egyébként a jelenlegi, illetve az előző. Van, aki jobban szereti, hogy ezek fordított sorrendben legyenek. A konfigurációs fájl egyszerű átírásával ezek megcserélhetők. De mivel ezekben az értékelésekben balról jobbra csökkennek a számok, ezért én is úgy gondoltam, hogy meg kellene tartani a balról jobbra csökkenő számokat, mert nagyon összezavarodik az ember, hogyha az egyik táblázatban balról jobbra, a másikban pedig jobbról balra csökkennek az évek. Tehát eljutottunk odáig, hogy a saját tőke részvényenként 52 euró és 26 cent. És az emelkedés az 1 euró 47 cent volt. Ha ezt az 1 euró 47 centet megnézzük, itt, ami százalékosan határozza meg az értékeket, akkor azt látjuk, hogy ez mint egy 2,9%-os javulás, tehát hogy ennek a cégnek a mi értékelésünk szerint a saját tőkéje egy év alatt 2,9%-ot javult, 1,47 eurót. Most, hogy megvan ez az alapvető számunk, elkezdhetjük feltölteni a kalkulátornak az alsó részét, ami a részvény értékelésről szól. Tehát a legalsó értékelés, ami itt látható, ez két sorban gyűjti az adatokat. Először be kell írni a saját tőkét, ez 52,26.
Utána következik az osztalék. Az osztalék az itt látható, és ebben a megközelítésben negatív érték, hiszen a vállalatnak a pénze csökken az osztalék fizetéssel. Ha ezen az oldalon van a rádiógomb, akkor a következő osztalékot kell beírni, hogyha jobb oldal van, akkor az előző osztalékot kell beírni, tehát beírjuk azt, hogy 3,5. Ez a fajta értékelés három növekedési számot vár el. Az első 5 évnek a növekedését, a második 5 évnek a növekedését, és a harmadik 5 évnek a növekedését. Itt fönt láthattuk, hogy a növekedést jelenleg 2,9%, ennyi volt legutóbb, optimisták vagyunk, és feltételezzük, hogy az első 5 évben 3% lesz, a következő 5 évben 4%, és a harmadik 5 évben, illetve később a cég eléri az 5%-os növekedést. Ide kell beírni a kockázatmentes hozamot. Ez legyen jelenleg 0,5%. Illetve ide kell beírni a kockázatmentes hozam és a kockázati hozam százalék együttesen adja a teljes hozamigény százalékot, ami ha 8%-nak vesszük, akkor nyilván a kockázat 7,5%-kal szerepel itt. Tehát ez az első értékelésünk. Az értékelés két részből fog állni. Először kiszámoljuk az osztalék és az osztalék növekedésekből a részvény érték osztalékra eső részét, illetve a tőkéből, a tőke növekedésből származó részvényérték részt, illetve a kettő összege fogja megadni azt, hogy mennyit ér nekünk ez a részvény összesen. Ugye a számítás most 70 euró és 72 cent lett. Tehát gyakorlatilag 70,7 euró. Ez az osztalékból és tőkeváltozásból származó értékelés nyilván jelen értékre számít. A módszer alapjai John Burr Williams fektette le, és ezt a módszert Buffett is használja gyors kalkulációk esetén. A következő módszer, amit meg fogunk nézni, az egy klasszikus örökjáradék képlet. Ugye a következő osztalék, amire számítani lehet, az 3,6 euró. A hozamigény százalék az 8%, a kockázatmentes hozam az 0,5%, és mivel nem diszkontálunk most, mind a diszkonttényezőt, mind az éveknek a számát nullára vesszük. Ja nem, elnézést. Figyelmetlen voltam, tehát beírjuk a 3,6%-ot a következő osztalékot, beírjuk a 8% összes hozamigényt, és be kell írnunk a növekedést. A növekedés az hosszabb távon mondjuk 4%, és ebben a részben lehetne diszkontálni, de mivel nem több évvel számolunk, ezért ez a két szám itt nulla lesz, és így megkapjuk az örök járadéknak az értékét. Látható,
hogy egy nagyon jó kép lett el, ezzel az alsóval a részvénynek az értéke 70 dollár, vagy 70 euró, míg ezzel az örök járadék képlettel 90 euró. Nyilvánvalóan a 90 euró az egy teljesen hibás megközelítés. Megdöbbentő, de valós, hogy ezt a képletet közgazdasági ZH-kban részvény értékelés számítására használják. Ez nem részvény értékelés számítás, ez egy örök járadék képlet, és semmi köze nincsen a részvényeknek az értékeléséhez. Itt eljutottunk lentről a harmadik képlethez. Ezt a módszertakunk egy konkrét befektetőház használja gyors értékelésekhez. Az alapja a részvényenkénti eredmény. Ezt úgy számítjuk, hogy látjuk a saját tőke növekedését itt, ez 1,47 euró, illetve látjuk az osztalékot, ami 3,5 euró, tehát az, hogy mit mutatnak egyébként ki a számok eredményre, azzal nem foglalkozunk. Egy cég eredménye, hogyha nem történnek rendkívüli események, amiket nyilván külön mérlegelni kell, tehát hogyha nem történik rendkívüli esemény, akkor egy cég eredménye a saját tőkének a növekedése plusz az osztalék. Ez 4,975 euró, ide be is írjuk, 4,975 euró. A növekedésre átlagosan számoljunk 4%-ot. A kockázatmentes hozamra számoljunk 0,5%-ot, és a kockázat miatt számoljunk még 7,5%-ot, így a teljes hozamigény százalékban 8% lesz, ez 7,5, és számoljuk ki ezzel a képlettel is. Ez is csak egy gyors képlet, arra használják csak, hogy egy gyors értékelést kapjanak egy vállalatról, nyilván ez nem egy mélységi elemzés. Tehát ezzel 74 euró és 67 cent jött ki. A játékban a legnagyobb területet két értékelő programrész foglalja el. Ezek részben hasonló adatokból indulnak ki, azonban megközelítési módjuk és a modellezés alapja alapvetően gyökeresen különbözik ennél a két módszernél. Ami közös bennük, hogy három valószínűséget, egy gyenge, közepes és jó vállalat teljesítményt vesznek figyelembe. A negyedik eredményszám ezeknek az átlaga lesz. Tehát van egy pesszimista értékelésünk, van egy normál értékelésünk, és van egy optimista értékelésünk. Ugyanez a másik oldalon is egy pesszimista, egy normál és egy optimista értékelés. Ezek a számok mind-mind erre a két értékelésre vonatkozik. Azért vontam őket össze, mert például a saját tőkét itt kéri mind a két módszer, és egyszerűen nem volt értelme a saját tőkét külön-külön fölvezetni mind a két módszerhez. Mivel mind a két módszer ugyanazt a saját tőkét, ugyanazt az osztalékot használja, ezért nyilván ugyanezeket az értékeket veszük be. Ugye egy pesszimista saját tőkével kezdjük, ez legyen mondjuk 50 euró. A normál értékelés
az nyilván ebből a saját tőke számításból származik, ez 52,26, és legyen egy optimista saját tőke értékelés, ez mondjuk 55 euró. A saját tőke növekedés, itt látjuk, hogy jelenleg 2,9%, de úgy gondoljuk, hogy el fogja érni ez rövidesen a 3%-ot, vagy hát legyen egy normál értéknek mondjuk 3,5%, és legyünk optimisták is, a saját tőke növekedés érje el a 4%-ot. Ugye a kockázatmentes hozamra pesszimista esetben számoljunk 1%-ot, 0,5%-ot normál esetben, és 0,1%-ot optimista esetben. Ez az optimista eset nem azt jelenti, hogy melyik hozam, kockázatmentes hozamszintnek örülnek az optimisták, hanem a részvény értékelése szempontjából mit tekintünk optimista értéknek. A kockázati hozamigény százalék pesszimista esetben legyen 8, normál esetben legyen mondjuk 7,5, és optimista esetben legyen 7%. Itt látjuk, hogy a kockázati modell jobb oldalon van bejelölve, tehát itt csőd kockázattal számolunk, míg ha ezen az oldalon lenne, hozam kockázattal számolnánk. Tehát itt a jelölő jobb oldalon van, csődkockázati modellt használunk, ilyenkor mindegy, hogy csőd esetén növekedést vagy osztalékot nem kapunk. Itt látható egyébként a képet, amivel dolgozik, és egy példa feladat is. Nézzük a második oldali mezőjét, ugye ez is mind a két értékelési módszerre vonatkozik. Ezt az értékelést itt jobb oldalon, ezt láttuk, hogy tehát láttuk a képletét, hogy mivel dolgozik, illetve a baloldali értékelési mód az egy geometriai megközelítése a problémának, egy felületmodell. Tehát először, ugye itt jobb oldalon van az osztalék gomb, tehát ez az előző osztalék, ez ugye fix, tehát a múlt nem fog se optimista, se normál, se pessimista értelemben megváltozni. Tehát a múlt az fix. Hogyan gondoljuk az osztalék növekedését? Ebben a megközelítésben, amit itt használunk, ebben a két megközelítésben, az osztaléknak a növekedése független a tőke növekedésétől. Tehát itt beírhatunk 3, 4, illetve 5%-ot osztalék növekedésre. A valószínűségek a pesszimista, normál és optimista esetben, hogy kiadják a 100%-ot, 25, 50 és ismét 25%. És most a baloldali értékelés, a felületmodell használ még két számot, amiről nem sokat szoktunk beszélni. Ide be kell írni az indexnek a PE értékét. Itt a Macrotrends oldalán láthatjuk ezeket az értékeket az elmúlt 90 évre visszamenőleg. Itt most, amit látunk, hogy a jelenlegi érték az itt a 20 alatt van, mondjuk 18-at becsüljünk a jövőre vonatkozva. Nyilván ebből is lehetne normált, optimistát vagy pesszimistát számolni, illetve van még egy fontos szám, ami ebben az értékelésben szerepel, ez pedig, hogy mennyire tekintjük bolondnak az egész piacot. Ez azon alapul, hogy
mennyi aranyért lehet fölvásárolni a tőzsdeindexet. Ez itt látszik, hogy normál skála. Látszik, hogy itt alapvetően egy pessimista irányultság van, tehát ez az érték egynél kisebb lesz. Hogy pontosan mekkora, az egyrészt abból sejthető, hogy ez az érték, ahol most látjuk, illetve a jövőben becsüljük ezt az értéket, ez hol helyezkedik el a skála egészét tekintve, illetve különféle cégekkel, olyan cégekkel, amiket igen stabilnak tartunk, lehet kalibrálni. Jelenleg ez az érték mondjuk 0,65. Mint mondtam, ezek a számok itt egy felületmodellre fognak vonatkozni, ez a másik pedig egy képlet alapján dolgozik. Akkor, ha nem mondtam el, akkor számoltassuk ki. Itt látszik, hogy a képletes, tehát ez a jobb oldal, 69 eurót számol átlagosan, tehát ennek a három számnak az átlaga, ezekkel a súlyozásokkal 69 euró részvényértékre, a másik számolás pedig 1000-kel és ezzel egy felületmodellben gondolkozva 74,3 euró. A különböző képletek, amiket használtunk, különböző értékeket eredményeztek erre a konkrét cégre. Ezek az értékek a 69 eurótól terjedtek a 74,6 euróig. Látszik, hogy ez nem olyan nagy szórás, nyilván ez a 90 euró, ez teljes hülyeség. Látszik, hogy ez nem olyan nagy szórás, és gyakorlatilag beleesik a részvény természetes ármozgásába. Ha megnézzük az összefoglalót, és megnézzük, hogy mennyi volt a napi ingadozás ma, akkor látjuk, hogy 71,5-től 73,13-ig egy napon belül eddig, és még nem ért véget a nap. Ha ezt összehasonlítjuk ezzel, hogy 69-től 74-ig, akkor ez egy teljesen korrekt értékelésnek tűnik, hiszen a természetes ingadozása is itt van ennek a részvénynek. Végezetül ismét nyomatékosan felhívom a figyelmet arra, hogy itt nem egy konkrét autógyárat értékeltünk, hanem csak számokat. Számok alapján, pusztán számok alapján nem lehet értékelni egy vállalatot. És jelenleg csak a játékhoz tartozó kalkulátort teszteltük le egy konkrét cég adataival azért, hogy megítélhessük, mennyire becsülte meg a fejlesztő a szimulátornak a felhasználóját. Ha a különféle módszerek között jelentős eltérés adódik a játék során, akkor azt javaslom, hogy érdemes elgondolkozni azon, hogy mi lehet az eltérés oka, és vizsgáljuk meg a játékban a csomagolt élelmiszeripari cég különféle módokon számított értékét.
Ugye a játékban egy csomagolt élelmiszeripari céget értékelünk a negyedéves adatai alapján. Persze felmerül a gondolat az emberben, hogyha a játékban minden három havonta készítünk egy ilyen bonyolult értékelést, akkor az milyen rettenetesen sok időt igényel. De gondoljunk abba, hogy egy komolyabb részvény értékelés, tehát hogyha valaki komolyabban akar részvényekkel foglalkozni, az hetente 70 órát, naponta 10 órát, heti 7 napban igényel. Tehát ismét felhívom a figyelmet arra, hogy ez a játék alapvetően azt tanítja meg, hogy hogyan osztjuk be az időnket. Hogy felismertesse az emberekkel, hogy milyen munka, milyen elfoglaltság, milyen karrier, mekkora időráfordítást igényel. Én úgy látom, hogy ez a kalkulátor nem rosszabb, mint sok internetes részvénykalkulátor, amit a befektetők tényleges befektetésekhez használnak. Egészen jó eredményeket ad a tesztjeim alapján. Ebből azonban nem következik, hogy kiszámoltuk a vállalat belső értékét, hiszen, ahogy Szombatfalvi László mondta, én úgy látom a leveleidből, ha tévedek, írd meg, hogy te egy olyan értékelési képletet keresel, aminek a segítségével a történelmi adatokból ki lehet számolni egy részvény értékét. Sajnos ilyen képlet nincsen. Cégeket, ahol csak számok vannak, nem lehet értékelni. Ezzel a gondolattal búcsúzom is. Remélem, sikerült a szimulátorhoz tartozó játék kalkulátor működését és az alapvető használatát bemutatnom. Még egyszer köszönöm a figyelmet!